Szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen az alkalmon, és köszönöm szépen rektor úrnak ezt a szép áhítatot és köszöntő szavait. Köszönöm szépen a szép zenét és a trombitaszót. Rengeteg esztétikai élményben van már most is részünk, hiszen a kivetítőn, a vásznon is az előadásokból sok szép képet látunk, és még egy élmény fog bennünket érni, akik jelentkeztek ebédre, azokat olyan esztétikai élmény is fogja érni, ami a jó lakottság érzésével fogja eltölteni a vendégeinket. Most nagy szeretettel köszöntöm Békési Sándor professzor urat, aki a Károlyi Gáspár Református Egyetem hittudományi karának docense, és hirtelen azt akartam mondani, hogy köreinkben, de ennek a szónak már új jelentése van, amióta ismerjük a Google Plus szolgáltatást, hiszen hogyha kimondjuk ezt a szót, hogy köreinkben, akkor hozzá gondoljuk azt is, hogy barátunk, családtagunk, ismerősünk. És azt hiszem, hogy ebben a minőségében is tudjuk így köszönteni Békési professzor urat. Még néhány dolgot kiemelnék az ő életrajzából, ami érdekessé teszi az ő személyét számunkra. 1985-től 1991-ig rajzfilmrendezőként dolgozott a Pannonia Filmstúdióban. 2004-ben Ergon, a keresztény esztétika teológiája címmel védi meg disszertációját. 2006-ban kezdeményezésére megalakul a hittudományi karon, belül a Szenci Molnár Albert Egyházművészeti Intézet, és 2012. szeptemberétől a hittudományi kar rendszeres teológia tanszékének vezetője. Nagy szeretettel köszöntelek itt, és megkérlek, hogy tartsd meg előadásban. Igen, tisztelt rektor úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Nagyon szépen köszönöm mindenek előtt az Evangélikus Egyetem meghívását. Előadásomnak a címe látható kivetítve, főcím, alcím, ugye sebeivel gyógyulunk meg, Ézsaiás idézet, a szép és a rút kegyelmi kapcsolata a teológiában. A bibliai teológia értelmében Isten szép. Ezt hangsúlyozza a 20. században különösen Karl Barth, Rudolf Bohren és a katolikus Hans Urs von Balthasar. Isten szép, ami azt jelenti, hogy minden szépség Isten szépségéből ragyog elő. Hiába mutogatják Jézus tanítványai a salomoni templomot, hogy Mester, nézd, milyen kövek és milyen épületek, Jézus válasza, mintha szembe menne velük, azt mondja ugyanis, nem marad itt kőkövön, mely le nem romboltatik. Pedig sokkal többre kíván utalni ezzel az Úr Jézus, már pedig arra utal, hogy a templomnak épp úgy, mint minden más művészeti alkotásnak, sőt, az egész természeti szépnek forrása nem a mulandó felület rendkívüli csodálatosságában rejlik. A dolgok mélyén Krisztus megváltói tettében rejlik a szépség, a szépnek a lényege. Ahogy mondotta ő maga is, roncsátok le a templomot, és 3 nap alatt megépítem azt. Ez a megváltói mű minden teremtésnek tartalma, ahogy az új teremtés a megváltásnak formája. Ilyen értelemben Istennek megváltói és teremtői műve kihat az örökkévalóságra épp úgy, mint a történelmi tapasztalatok korlátokba szorított örömeire és gyönyöreire. Meghatározza Sáron rózsájának szépségét az énekek énekében, vagy a mennyasszony királynői ékességét a 45. Zsoltárban, vagy a teremtett világmindenség és az ember jóságát a Genézis első soraiban, ahogy meghatározza a jónak és gyönyörűségnek forrását a testvéri együttlétben a 133. Zsoltár szerint.
Ami lényeges mindezekben az az, hogy a szép egyáltalán nem a dolgok külső alakzatában található, hanem Isten emberen és az emberben véghez vitt művének belső tartalmában fogható föl. Amikor a Szentírás a szépről beszél, akkor sok kifejezést használ, nem sorolom föl, de mindegyik vonatkozásában örömről és gyönyörűségről van szó. Amikor a természetet, az emberi történetet, vagy a művészeti alkotásokat szépnek ítéljük meg, az azért lehetséges, mert Isten maga mondta az általa teremtett világra, hogy jó. Mi csak tettének és létezésének hatás körében nyilatkozunk a dolgokról és a dolgok szépségéről. Ugyanakkor ez a teremtés azért lehet jó és szép Isten ítéletében, mert te világ alapítása óta már megöleted benne a bárány, aki eleve el volt rendelve a világ alapítása előtt, akiben, aki által, s akire nézve teremtetett minden, aki elébb volt mindennél, és minden általa áll fenn. A megváltás fájdalmas áldozatából fakad ki tehát a teremtés mozdulata. Nem fordítva a történeti szempont szerint, hogy először volt a teremtés, aztán a megváltás. Először a megváltás. Éppen azért, hogy a jónak és a szépnek teremtett világ ne maradjon megromlott állapotában az ember bűne miatt. S a krisztusi kereszt és az emberi kísértés lényegi áthatásában egy pillanatig se érje vád a teremtőt, hogy miért hagyta elbukni az embert. Az idők végén keresztre feszített megváltó Krisztus minden időknek előtte már megküzdött a gonosszal. S a summum pulchrum attól a legfőbb szép, hogy rúttá válva győzte le a rútat, s dicsőségében megsemmisítve azt, örök seppként magába rejtette, mely a szíve közepén van. Ezért van az, hogy a történelem tapasztalatában, ahol annyi nyomorúság, hazugság, és gonoszság fertőzi meg az emberi létet, életet, a dolgok mögül, a ma másik életből az örömet és a gyönyörűséget egyedül Isten kegyelme munkája. Az örömöt és a gyönyörűséget okozó szépnek ez a tette három mozdulatban mutatkozik meg. Ennek a három mozdulatnak metaforája a Márk és a Máté szerinti evangéliumokban úgy jelenik meg, mint a harag poharának kiívása, a halál mélységében való megkeresztelkedés, valamint a dicsőségének trónusán való ülés. Szótérológiai értelemben mindez Jézus Krisztusnak szenvedése, kereszten történt halála, és dicsőséges feltámadása. Ha a szépről nem filozófiailag, hanem teológiai szempontból beszélünk, épp úgy nem tehetünk mást, nem szólhatunk másról, mint ahogy Pál apostol sem, csak a Krisztusról, a megfeszítettről. Ezért emelik ki Eberhard Jüngel Krisztus megváltói munkájának esztétikai interpretálását Pál apostol Galatákhoz írt leveléből, miszerint, idézem, szemeik előtt lefestett Jézus Krisztus nem más, mint a köztük, bennük
megfeszített úr. Isten szép. De ez az állítás nem a széppel való azonosítását jelenti, hanem kijelentésének és megváltói művének átragyogását a teremtett és megváltott világon keresztül. Ilyen értelemben szép Isten. Teológiai, esztétikai megközelítésben is ennek a szépnek három mozdulata van. Egy, a szép rúdsága, kettő, a szép halála, három, a rúd szépsége. A természetben és a művészeti alkotásokban megmutatkozó szép mögött Isten tette dinamikus mozgásban érvényesül, amelyet csak dialektikusan fejthetünk föl. Ugyanis a szép nem csupán a dicsőség csodálatos átragyogásából, de a szenvedés rúdságából is ered. Az isteni szépség ragyogása a kereszthalál botrányos iszonyatát is magába foglalja. Úgy is mondhatnánk, hogy a felemelő szépség eszkatológikus és dicsőséges ragyogásának alapszólama, cantus firmusa, a megváltó passiója. A Johann Sebastian Bach által komponált karácsonyi oratórium gyönyörűségének titka is éppen abban van bizonyító módon, hogy a gyors, trombitákkal emelt győzelmi örömteli doxológia alsó szólamában Krisztus nagypénteki szenvedésének lassú korálja hangzik. Jüngel ír arról is, hogy a szép igazsága és Isten igazsága mindig konfrontálódik, mely feszültség a maga teológiai konkrétságában subkontrárió a Krisztus esemény ellentéteiben válik nyilvánvalóvá. Ebből az következik, hogy a szép és a rút nem abszolút ellentétei egymásnak, hanem mind a természetben, mind a művészeti alkotásokban megnyilvánuló szépségnek feltétele a szép és a rút egymáshoz való és elválaszthatatlan teológiai viszonya, kegyelmi kapcsolata. A szép rúdsága azt jelenti, hogy a szép feláldoztatik az igazságért. Fordítva ez az út nem járható, ugyanis az igazság sohasem áldozható fel a szépség érdekében. Mert az maga a gics, vagyis nem a rúd talál szemben a szép, hanem a giccsel. Amikor a magamutogató felszín, a külső mász tetszeleg, az igazság eltakarásával, eltusolásával, akkor az csak üres póz, vagy közönséges bálványimádás. Az igazság felmutatásának érdekében viszont rúdság, diszharmónia, torzulás nyomán mutatkozik meg a szép. Valójában a tartalmi igazság a szép, s nem a talmi külső alak. Ahogy a széptől megfosztott egyetlen igaznak, az Úr szolgájának leleplezése az Ézsaiás 53-ban épp ilyen módon gyönyörködtett bennünket. Nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk rá, de nem volt ábrázata kívánatos. Útált volt, pedig az ő sebeivel gyógyulunk meg. Ez a Krisztus rúdsága, alázata és gyalázata és szenvedése, amelyben érdekeltek vagyunk. Noha ez a szépség megigazulásunkért passiójának borzalmában feszítetik fel az átok fáját.
A második a szép halála. Azt jelenti, hogy a hazugság és a gonoszság hangzavarában az igaz megtalálásáért csak a csend adatik. Akusztikus, vizuális, kinetikus csend. Ebben a helyzetben Isten szava, az ige felfüggesztetik. A Jézus halott testét magába záró sír abszolút szombatjában. A civilizációs agresszivitás és korrupció helyzetében az egyetlen becsületes magatartás csak ez marad. Hallgatni és visszavonulni. Ezen a helyen nem kell különösképpen Hamvas Béla munkásságára utalnom, aki szerint csak meghalva lehet élni. Ebben a helyzetben a szép nem létezik, nincs semmi alakzat, a kivetített kép is rossz, mert nem kellett volna Holbeint halott Krisztusát oda tennem, csak ezt a nagy fekete foltot. Mert ebben a helyzetben semmi alakzat nincs. Csak Málevics üres fehér vászna, Eszterházi fekete oldala a szív segédigéiben. A kartáncosok mozdulatlansága Pilinszky Kázé oratóriumában, hogy a meditatív csendben önmagunkba nézve felleljük, megtaláljuk, meglássuk azt, ami még igaz és örök. Ilyenkor bele kell tekintenünk, el kell rejtőznünk a Krisztus sebeibe, hiszen csak bennük gyógyulunk meg. A rút szépsége. Azt jelenti, hogy ami eddig csúf és megvetett, botrányos és fájdalmas, halálos és halott volt az igazért, az szépként fogadja be minden benne érdekelt személy vagy közösség. A teológia krucis szépségének titka ez a paradoxon, amellyel Luther éppen azt hangsúlyozta ki, hogy a falakon kívül számkivetve a Golgotának nevezett szemétdombon keresztre feszített és megölt rabbiban a teljes rejtőzködésben ismerszik fel leghatározottabban az önmagát kijelentő Isten és az ő szépsége. Ez a szépség pedig nem más, mint az az igazság, miszerint ő valójában Isten fia volt, aki értünk halt meg, s akinek sebeiben van gyógyulásunk. A halálos rútságnak ez az irtózatos sebe soha nem múlik el, és nem csak az Isten országában marad meg, dicsőséges, ugyanakkor emlékeztető jelül, hanem figyelmeztetésként mindig beléhasít minden gondolat, erkölcsi magatartás vagy alkotás mélyére, amennyiben az emberi kíván lenni. Faneik testvérek genti oltárképe azt a megöletett bárányt ábrázolja, aki a mennyei éden közepébe állított oltáron nyílt sebén át vérével táplálja a megváltottaknak seregét az örök életre. De a költészet mélyén ugyanennek a sebnek gondolata rejtőzik Adorno elhíresült tételében is, miszerint, idézem, Auschwitz után barbár dolog verset írni, hiszen ez az állítás csak azt húzza alá, hogy, idézem, a reális szenvedés mérhetetlen nagysága nem tűri, hogy feledjék. A seb mindig ott irritál, ahol a legjobban fáj, s enélkül a seb nélkül nem lehet őszinte poézis. Ezt az igazságot legintenzívebben a romantika emelte felszínre,
Henrik Heine érezte talán a legmélyebben a romantika titkát. Amikor a német romantikus iskolát kezdi elemezni, a Golgota virághoz hasonlítja azt. A Golgota virág kelyhében úgy mond, Krisztus megfeszítésének minden mártír eszköze megtalálható. A kalapács, a szögek, a fogó és így tovább. Ugyanakkor a virág nem csúnya, ellenkezőleg, noha iszonyatos élvezettel tölti el lelkünket, olyan édes érzéssel hasonlóan, amely a fájdalom forrásából ered. A Golgota virág ilyen értelemben a kereszténység szimbóluma, írja Heine, idézem pontosan, amelynek borzongató bájossága éppen a fájdalom gyönyörűségében rejlik. Amikor Pál apostol a keresztről való beszélt megtartó erejéről, illetve a megfeszítettről beszél, mint egyetlen témájáról, valójában nem a borzalmat, botrányt és bolondságot akarja megidézni prédikációival, hanem Isten szépségét akarja bemutatni. Ilyen értelemben az eukarisztia szereztetési igéje utáni intése, miszerint az Úrnak halálát hirdessétek, míg eljön, nem a gyászos hangulat fenntartására szolgál, hanem az isteni keresztáldozat és megváltás cantus firmusának alsó szólamára építkező örömben és gyönyörűségben kívánja dicsőíteni a legszebbet. A szenvedésben Krisztus váltságának ez az öröme még jobban megmutatkozik az Inventio Crucis mozzanatában. A keresztnek 4. századi feltalálásában, amely által kiemeltetik nem csak a föld mélyéből, hanem az ócska kivégző eszköz borzalmas voltából is, hogy immár ragyogó, gemmákkal ékesített, csodálatos, szépségű életfává legyen, amire, mint a kereszt szépségére a legfontosabb és leggyönyörködtetőbb teológiai tételek épülnek 2000 éven át. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet!